Sziasztok! Ma Tiger Eye Infinity-nek egy ilyen különleges hatásával készültem nektek. És már készítettem egyet az Infinity 3-assal, ez ugye a pinkes, illetve az Infinity 1-essel, ez lett ez az aranyos. És most egy ilyen zöldes árnyalatra gondoltam, úgyhogy az Infinity 5-ös zselével fogom elkészíteni ezt az érdekes hatást. Na most fekete háttéren érdemes dolgozni, hogy minél erősebb legyen a hatás. Úgyhogy rojászseléből meg is festettem már a tippemre, de ezt lehetett volna akár egy one step-es fekete géllakból is. Jó, nem kötöttem ki teljesen, csak 30 másodpercet lámpáztam. És most az Art Gel Pro White zselével fogom elkészíteni a mintát. Természetesen itt használhatnám a normál Art Gel fehér zselét is, de mióta kapható, azóta rászoktam erre, mert hogy krémesebb az állaga, és ezáltal könnyebb vele festeni. Tehát, hogyha olyan gondod van, hogy elszakad a vonal, amikor festesz, akkor próbáld ki ezt a terméket, és meglátod, hogy nem fog elszakadni a vonal. Na, hát akkor innen középről kezdek igazából. És akkor készítek egy ilyen ovál alakot. Hát nem kell túl nagyra, igazság szerint. De nagyon picikese legyen. Mert akkor még nagyon sokat kell majd szöszölni vele, hogy ki tud tölteni majd a végén a zselével. Jó, és akkor igyekszem egyforma vastagságra kialakítani, így mindenhol. Na, meg is van az első ovális formám. És akkor itt ugye közel van hozzá a következő. Úgyhogy az oldalából indítom a következő ovális formát. És akkor kb. Ugyanaz a méret. És akkor folytatom a tippnek a közepe felé. Itt a közepénél lehet annyival csalni, hogy egy kicsit nagyobbra készíted el. Nem kell nagyon sokkal. Csak egy kicsivel nagyobbra. És akkor az a végeredményben is jó fog kinézni, hogy a közepén nagyobb lesz a 3D-s hatás. Hát pontosabban nem csak nagyobb, hanem inkább azt mondom, hogy szélesebb. Jó, ezt a következőt is lehet ilyen nagyobbra. És akkor majd az utolsót megint egy kicsit kisebbre készítjük.
És akkor arra kell törekedni, mindenhol ugye egyforma vastag legyen ez a vonal. Jó, és akkor a következő az lehet egy picit kisebb. Valahogy így. És akkor nézzük az oldalakat. Ide meg ilyen kis félköröket kell betenni. És itt is azzal tudunk majd egy kicsit játszani, hogy némelyik lehet nagyobb, mondjuk ami közel van a elsőként megfestett részhez. A többi meg lehet egy picit kisebb majd, amik már a tip széléhez lesznek közel. Ezek voltak a nagyobbak, akkor most már ide a kettő közé egy ilyen picit teszek be. És akkor utána meg lehet egy még kisebb is, egy egészen picike, ami már közvetlenül a tipnek a szélén van. Természetesen, ha nem akarsz ezekre is így figyelni, akkor ezt meg lehet csinálni egy vastagságból is. És akkor még könnyebb is majd kitölteni a végén zselével. Na nézzük a másik oldalt. Először jöhetnek a nagyok. Aztán meg majd az egyre kisebbek. Itt is ügyelek rá, hogy egyforma vastag legyen. Jó, akkor jöhetnek a kisebb részek. Mindig mindegyik vonal
csatlakozzon egy előző vonalhoz. Ez nagyon fontos, hogy össze legyenek kötve. Mert ha csak a levegőben van, úgy nem fog kijönni a végén a minta. Még ide azért egy picikét beteszek. Jó. Na, hát akkor ezt most itt szépen be vonalkáztam mindenhol, és most újra berakom a lámpába. Itt is nézem az időt, mert fixmentesre kiköt az Átgél Pro, és utána a következő réteg nehezen köt meg a tetején, hogyha itt megvárom a 1,5 perces kötésidőt, úgyhogy 30 másodpercig lámpázom, és utána valamilyen áttetsző színt kell használni. Én a Glassy-t választottam, úgyhogy a sárga Glassy-vel fogom bevonni a felületet. Ugye azért a sárgával, mert a zöld Infinity-t használom. Itt az elsőnél, amikor rózsaszín volt, akkor ugye a pink Glassy-t használtam hozzá. És ha teljesen fixmentesre kiköt a fehér, akkor nehezen tapad meg a felületen. A fehér felületén a Glassy. Ezért nem szabad megvárni a teljes kötésidőt. Oké, mehet is vissza a lámpába. És jöhet az Infinity, ugye az 5-ös számú, ez lesz ez a zöld. És elő is készítem már a mágnesemet is, mert hogy lámpázom most 1 percig a Glassy-t, és utána az Infinity-vel be fogom vonni, és a mágnes csíkot ide középre fogom helyezni. Természetesen lehetne akár ilyen S-alakba, lehetne úgy is, hogy minden oldalról meg mágnesezem és középre kerül. Jó, hát sokféleképpen lehet. Nekem itt az a dizájn tetszik, hogy ugye erre fele mennek az ovális formák, akkor a csík is menjen körülbelül ezen a részen. Eltelt közben az 1 perces kötésidő. Úgyhogy az egész felületet bevonom az Infinity-vel, és a mágnesnek az egyenes oldalával, tehát nem az osztottal, hanem azzal, ami ugye egységes. Szépen beviszem oda oldalasan középre. Hogy ott az a fő csillogás az ott legyen középen. És be is teszem a lámpába. Jó, tehát úgy rendeztem őket, hogy így átlósan, ahogy ugye megfestettem magát az ovális formákat. Következő lépés, miután 1 percig lámpáztam, az az lesz, hogy mattevőrrel be kell vonni, mert hogy csak a kis ovális forma lesz fényes, ami körülötte van, az ugye matt.
Jó, úgyhogy elő is készítem a magtövőrömet. És egy perc lámpázás után szépen bevonom a felületet. Ugye a magtövőrnél azt kell tudni, hogy egy kicsit testesebben kell bevonni, mert különben csíkos lehet. És visszarakjuk a lámpába. Körülbelül 30 másodpercre, 1 percre. Addig pedig a superior zselét készítem elő, de természetesen bármelyik másik zselé is megfelelő lenne. Egy titánium, egy extreme clear, egy cool gel. Jó, tehát ezek mind-mind jók, az a lényeg, hogy sűrű zselével dolgozzunk. Én azért szeretem a superiort ehhez a technikához, mert ugye ilyen felület kiegyenlítő képessége van, tehát mondjuk amikor a reszelés nélküli körmöket is készítjük, akkor is ugye az van, hogy kisimul a felület, és itt is most jól fog jönni, hogyha amikor felviszem az ovális formákba, akkor kisimuljon a felület, és ne legyen hullámos. Jó, úgyhogy én emiatt választottam ezt, és most az Art Design ecsettel fogom megfesteni ezeket a kis ovális részeket. Annyi a lényeg, hogy követni kell az alatta lévő vonalat. Így. Jó, tehát addig festettem, ahonnan indul, és addig is ér véget, ahol az ovális alak véget ér. És akkor szépen meg lehet festeni egyszerre többet is, de természetesen, ha félsz tőle, hogy összefolyik, akkor csak egyesével csináld, és akkor így váltott kézen természetesen. Azért úgy is lehet vele haladni. És akkor mondjuk első körben, nem látszik, első körben a nagyokat festem meg. A felületen nem nagyon kell foglalkoznom, mert hogy kiegyenesedik a felület, úgyhogy elég csak így szépen eloszlatni. Inkább ugye arra kell ügyelni, hogy egyenesen tartsuk, nehogy ha nagyon elfordítod a vendégnek a kezét, akkor akár egy picit elmozdulhat. Jó, tehát így egyenesen tartom a tippemet. És így egyszerre meg is tudtam festeni az összeset. Jó, és akkor itt ilyenkor már jobban kijön, hogy az picike, kicsit nagyobb, nagyobb, megint kisebb. Na, mehet a lámpába. Ilyenkor elég a villámköttetés. Jó, tehát körülbelül 10-20 másodperc, attól függ, milyen lámpa. Nekem ebben a LED Extreme-ben elég a 10 másodperc, mert hogy csak az a lényeg, hogy egy kis halmazállapot változás menjen végbe, és ne folyjon el a zselé a felületről. Jó, most már ilyen kisebb
mennyiségeket veszek fel, mert most már azok jönnek, amik oldalt vannak. Spindurkámbak. Oké. Itt is csak követem az ívnek a vonalát. Természetesen ez rajtad múlik, hogy mennyire akarod 3D-sre. Ha nagyon 3D-sre akarod, akkor kicsit lehet ugye jobban több anyagot felvinni a felületre, itt a piciknél is. Ha csak így épp, hogy 3D-sre akarod, akkor elegendő pici anyagmennyiség, fényes lesz, és egy kicsit ki is emelkedik, és akkor így egyébként több kis területet ki lehet tölteni, mert a nagy anyagmennyiségnél megvan a veszélye annak, hogy mondjuk nagyon közelre rakod egymáshoz, és esetleg összefolyik. Na most, amikor már a nagyon picikhez érek, akkor azt én úgy szoktam, hogy teszek a piciknek a közepébe, szépen engedem el, mert ugye csúnyán engedem el, akkor ami visszafolyik zselé, az összefolyhat a másik résszel. Jó, tehát így vigyázok arra, hogy a szál, ami kijön, az ne folyjon össze egy másikkal. Kitörlöm az ecsetemet. És akkor csak annyi, hogy így a tiszta ecsettel belenyúlok az anyagba, és akkor így kiviszem a szélekhez. Na, mehet a lámpába. Itt is elég a villámköttetés. Szóval akkor a 15 másodperc mondjuk, már egy eltelt, jöhet a másik oldal, és akkor itt is ugyanúgy egyesével figyelve, hogy ne folyjon össze, megfestem. Na hát ugye az elején ezt mondtam nektek, hogy ha kicsit nagyobb kis részeket tesztek, tehát oldalra, vagy középen is egy kicsit nagyobbak, nem mondjuk 50, csak 4, talán a 3 az már kevés, és az oldalakon is inkább nagyobbakkal töltitek ki, mint én ezekkel a picikkel, akkor gyorsabban lehet ezzel haladni. De most már így próbálom temposabban, mert ugye már nem kell magyaráznom, mert már tudjátok, hogy mi történik. Úgyhogy megcsinálom ezt rendes tempóban. Fogom és ugye először csak oda teszem, kitöltöm nagyjából, aztán kitörlöm az ecsetemet, és akkor elegyengetem szépen, mindaddig, amíg a vonalig nem érek. Mert ugye akkor lesz ez a minta szép, hogyha ezek a sötét részek, ezek ki vannak töltve fényessel. És hát persze precízen van kitöltve, nem úgy, hogy összefolyik, vagy a fele nincs kitöltve. Egyébként, hogyha véletlenül összefolyna, akkor sincs baj, mert ugye a többi rögzítve van, a többi rész, amit már elkészítettünk, és akkor csak annyi a teendő, hogy fogod,
és klinzerrel letörlöd. És ugye akkor egyből már előről lehet kezdeni az egészet. Vagyis ahol elrontottad azt a részt. Na, ez készen van. Megvárom a teljes kötési időt, ami ugye a superior esetében 1 perc, 1-1,5 perc lett benne, de hát ugye nagyon picike anyagmennyiségekkel dolgoztunk, úgyhogy itt elég az 1 perces kötési idő. És utána, hát ugye le kell fixálni, mert hogy ragad a felület, miután megkötött a superior, úgyhogy lefixálom, és fixálás után fényes lesz a felülete a superior zselének, de nem ilyen extra fényes. Úgyhogy még azt szoktam csinálni, hogy fényzselével átmegyek a kis gömböknek a tetején, és akkor lesz ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép fényes. Jó, úgyhogy a kis palettámra teszek ki fényzselét, ugye kultobgélt. Illetve egy kis anyagmennyiséget, amiben csak kimosom az árdizájn ecsetemet, mert ugye az még zselés. És akkor a cleanserrel szépen, most már lejárt az 1 perc, úgyhogy kialudt a lámpa. Lefixálom. És akkor látszik, hogy hát úgy végül is fényes, akár így is maradhatna, de ha most összehasonlítjuk, akkor ők azért fényesebbek, mert rajtuk van fényzselé. Úgyhogy most itt az Art Design ecsettel, miután elpárolgott a cleanser, gyorsan átszaladok rajta. Ezt most mondjuk nem muszáj, mert láttátok fényes, de így azért szerintem egy kicsit megint csak azt mondom, hogy precízebb, meg szebb, meg valószínűleg kopásállóbb is. Hát ugye az egészet nem vonhatom be, mert akkor azok a köztes részek, ami matt, és ahol a glesszi van, az is fényes lenne, és akkor úgy már nem jó a minta. Tehát akkor ez ilyen kis sziszi-fuszi módon egyesével újra be kell kenni, de ugye mivel híg ez a fényzselé, így azért ez egy gyors történet, nem kell ezzel nagyon sokat dolgozni, legalábbis már annyit nem, mint az előbb a superiorral. Jó, ott egy pici lyuk. Oké, na ezt berakom villánkötötésre. Ugye a fényzselé, mivel hígabb anyag, ezért a villánkötötést is rövidebb, 5-10 másodperc nagyjából. És akkor átmegyek a piciken is, ugyanaz a technikám. Először teszek rá ilyen pindurikát, kitörlöm az ecsetemet, és akkor szépen eloszlatom. De vigyázzál, hogy nagyon kevés anyag kerüljön rá, mert különben ez a híg fényzselé a domború felületről lefolyik, és akkor már is összefolyik, és akkor a szép matt részek kifényesednek. Jó, ezt is berakjuk gyorsan a lámpába egy ilyen 5-10 másodperces villámköttetésre, és akkor már csak a másik oldal van hátra. Jó. Ezekre is csak egy kis
pöttyöt teszek első körben. Így kitörlöm az ecsetemet. Amúgy elég nehéz látni, hogy hol van a fényes rész, de hogyha a lámpafénynél egy kicsit megmozgatod az ujjat, akkor már egyből látni fogod, hogy hol van fényzselé, mennyi fényzselé van, melyik része még esetleg nem olyan fényes, hová kell még vinned az ecsettel a fényt. Na. Kész is van. Oké. És akkor itt meg kell várni a teljes kötés idejét, ugye kb. Másfél perc a kultomgélnek a kötés ideje, és akkor igazából bármelyik színnel elkészíthető ez a minta, bármelyik Infinity-vel, vagy a korábbi Tiger Eye géllakokkal is. És ha például valakinek nincsen glesszie, akkor én azt csinálnám, hogy egy géllak színt, ami ugye passzol hozzá, meghígítanék fényzselével, és hogyha úgy vonod be a felületet, akkor pont ugye áttetsző lesz, és ki tudod váltani a glesszit. Mit akartam még? Hát igen, a superior zselé az vagy adott, vagy azt is mondtam, hogy milyen zselékkel tudod kiváltani. Ja, tudom, megvan már, emlékszem. Ugye én most fehér zselével húztam meg ezeket a részeket, de ezt lehet úgy is, hogy mondjuk matt felületen dolgozol, tehát a fekete rojás zselé tetejét lemattítottam volna, és a profoil zselével megcsinálom ezeket a kis ovál alakúakat, lámpázom, majd valamilyen transferfóliát belenyomkodok. És akkor ugyanez, ami nekem most itt glesszi, az nektek fényes lesz, jó? Tehát az is egy jó megoldás amúgy. De így is jól tud kinézni, és akkor szerintem ez egy ilyen kis cuki minta, ami hát váltott kézen azért nem annyira hosszú idő elkészíteni. Jó, úgyhogy remélem tetszett a kis videóm, és hogyha van kedvetek, akkor készítsétek el a mintákat. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!